Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornát, illetve a csatorna működését. Tényleg nagyon sokat segítetek nekem azzal, hogy folyamatosan támogatjátok a munkásságom, mint donétek, mint pedig csatorna tagság formájában. Övezzétek ki az előnyeit, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most már annyian vagyunk, hogy igazából ugye a videó elején beolvasni a neveteket, illetve kiírni a neveteket is már egy kicsit necces, és hogyha nem haragszatok meg, akkor a neveteket nem fogom beolvasni egyenként, viszont igyekszem így a képernyőre ide vágni nektek, hogy kiférjen amennyire. Tudom, hogy tényleg baromira hálás vagyok, srácok vagyok nektek, hogy ennyien támogattok, illetve hogyha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagok lenni, ilyenkor kaptok Discordon is egy külön rangot, hogyha hozzá van társítva a Discordotok a YouTube-bal, úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót, még egyszer nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, mindenkinek a támogatásokat. Az fontos tisztázni itt a videó legelején, hogy a szkenáriók alatt egész konkrétan magyarul forgatókönyvekre gondolok, ami nem feltétlen hangzik jól és kicsit összezavaró is lehet, tehát a szkenáriók alatt itt adott szervereken lévő témákra gondolok. Jelen esetünkben, ami most jelen van a játékban, szkenáriók alatt a PvE, illetve a PvP szervereket értem. Ezek szerverenként eltérőek lehetnek, de erre a videóban részletesen ki fogok térni. A seasonok és a szkenáriók avanszímenben. Mik a tervek a jövőre nézve? A játékfejlesztők célja, hogy különféle túlélési játékmeneteket hozzanak létre, és a játék mindenki számára tartogat valamit. Emellett folyamatosan frissítik a játékot, hogy mindig izgalmas maradjon. Ezért döntöttek úgy, hogy a játékhoz több szkenáriót adnak. Szeptemberben és októberben különleges eseményeket várhatunk, melyek új szkenáriókat hoznak be. A szeptemberi szkenárióban frakciók közötti összecsapásokkal kell szembenézned, míg az októberi egy új mappot hoz be, és arra ösztönöz, hogy alkalmazkodj az extra környezethez. Emellett készülnek olyan szkenáriókkal is, amelyek korlátlan PvP játékmenetet kínálnak. Továbbá a jövőben elérhetővé tesznek egy állandó szkenáriót, amely egész évben játszható lesz. Továbbá a tervek szerint egy évben 4 darab új szkenárió várható. Különböző szkenáriók közötti különbségek. Különböző szezonális szabályok és feladatok várnak. Minden szkenárióban egyedi szezonális szabályokkal és játékon belüli feladatokkal találkozol. Például egyes szkenáriókban felderítetlen területeket kell felfedezned, és ritka deviánsokat kell megszerezned, míg másokban szövetségeseket kell kötnöd más játékosokkal, túl kell élned az ort környezetben, és harcolnod kell kegyetlen szörnyekkel. Ezekben a szkenáriókban választhatsz, hogy egyedül játszol, más játékosokkal csapatot alkotsz, vagy akár frakciókkal szövetkezel, hogy értékes lootokért versenyez. Különböző játékon belüli élmények, új túlélési mechanikák, bizonyos szkenáriók új funkciókat hoznak be, amelyek fokozzák a túlélés kihívásait, például durvább időjárási körülményeket, nehezebb környezeteket hoznak be. Egyes szkenáriók új térképpel rendelkeznek, igen, ténylegesen egy teljes új mapról beszélek. Különböző szkenáriók speciális szörnyeket tartalmazhatnak. A megfelelő mementik és felszerelés beállítás lesz a kulcs a különböző veszélyek és fenyegetések kezeléséhez. Még ugyanez a szkenárió is változatos környezetek kombinációit mutathatja be, így különféle túlélési kihívásokat biztosítva. A játékosok maximális száma is változó lesz egy szkenáriókban. Hogyan jelentkezhetsz új szkenáriókra? A jelenlegi szkenárió utolsó fázisában jelentkezhetsz a szkenárióra, és azonnal új kalandba kezdhetsz. Viszont ha inkább úgy döntesz, hogy nem jelentkezel egy új szkenárióra, akkor maradhatsz ugyanazon a szerveren, és folytathatod a felfedezést, harcokat további 4 hétig. Ez idő alatt persze bármikor jelentkezhetsz egy új szkenárióra. Ha nem döntötted el, melyikhez csatlakozz, mire a szerver az utolsó fázisához ér, a jelenlegi szervered bezárul, és a karaktered visszatér az Eternal Landbe, ahol folytathatod a játékot, és bármikor jelentkezhetsz egy új szkenárióra. Amikor a szkenárió véget ér, elveszítem a játékon belüli előrehaladásomat. Amikor a szkenárió véget ér, magaddal viheted az elért jutalmakat, kivéve néhány rendkívüli esetet és szkenárióhoz vagy menetikhez kapcsolódó tárgyat. Azonban annak érdekében, hogy minden szkenárió teljes játékélményt nyújtson, és minden játékos élvezhesse a játékot, függetlenül az előrehaladásútól az alábbi szabályokat vezették be. A karaktered nem lesz törölve, a karaktered neve, testmérete, kozmetikai elemei, bútorformulái, barátai, fontos anyagok beleértve Starchrome, Crystal Ginst, Mitsuko Marks, Silver Keys-t és egyebek,
Battle Pass teljesítmény és a küldetések állása örökre megmarad. Ezek nem vesznek el, amikor egyik szkenárióból a másikba mész. Azonban a karakter szintéplése és a Mementik szkenárió részét képezik, és szorosan kapcsolódik a játékmenet tempójához és egyensúlyához, így azok a szkenárió szabályai szerint visszaállításra kerülnek. A karaktered is weapon és gear blueprintjei, blueprint fragmentjei, fegyver kiegészítői, modjai, ételreceptjei és más fontos játékon belüli előrehaladásai, erőforrásai örökre megmaradnak, és bármikor használhatod őket bármelyik szkenárióban. A karaktered house blueprintjei, bútorformulái és bútorai örökre megmaradnak. Azonban amikor egy új szkenáriót kezdesz, építőanyagokra lesz szükséged, hogy mindent újraépíts a house blueprinted alapján. House blueprintedet még fejlett anyagok nélkül is le tudod tenni. Tehát ha például kőből építetted a házad és úgy mentetted le, akkor ha lerakod a játék elején, fából fogja megépíteni neked a rendszer. Közben egyébként erre nagyon fontos kitérnem, hogy a gear blueprintek és a hozzátartozó csillagozások, a blueprint fragmentek, a fegyver kiegészítők, modok, illetőlegesen mod komponensek, illetve ételreceptek is átvihetőek a következő seasonben. Akkor vegyük figyelembe azt, hogy mi az, amit át tudunk vinni a következő szkenárióra. Az ezen a részen látható tárgyak, itemek, deviánsok, ezek megmaradnak és átkerülnek az Eternal rendre. Ezeket át tudjuk vinni a következő szkenárióra mindaddig, ameddig a követelményeknek megfelel. Az Energy Ring átalakul Eternal Sense-é, amit az Eternal renden tudunk használni építésre, illetve különböző dolgok vásárlására. Mi az, amit nem tudunk átvinni egy új szkenárióra? A pálya felfedezése, a karakter szintje, illetve XP-je, illetőlegesen speciális specialization, craftolt dolgok a Mementik által, illetve Mementik specializációk. Ugyanakkor vedd figyelembe, hogy korlátozva van, hány tárgyat vihetsz magaddal. Ez biztosítja, hogy mind az új, mind pedig a tapasztalt játékosok tiszta lappal induljanak, elősegítve a tisztességes versenyt az új szezonban. Természetesen szabályok kialakításakor gondoskodtak arról, hogy mindenki magával hozhassa a kedvenc tárgyait a következő szezonban. Hogyan vihetsz tárgyakat az Eternal End raktáradból egy új szkenárióba? Lesz egy bizonyos mennyiségű előforráspontod, mielőtt belépsz egy új szkenárióba. Minden egyes tárgy, amit úgy döntesz, hogy magaddal visz az új szkenárióba, egy meghatározott mennyiségű erőforráspontba fog kerülni. Az igényelt mennyiség tárgyanként változik, és a játékban ellenőrizhető. Az erőforrás pontjait száma minden alkalommal frissül, amikor új szkenárióba csatlakozok. Srácok, legyek, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nagyon szépen megkérlek titeket, dobjatok egy lájkot, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg a feliratkozás melletti kis csengő gombot, hogy kapjatok értesítést az újabb videókról, illetve streamekről. Ebben ne felejtsétek el, minden nap 2-3 órától streamelek, nem tudom, hogy miért mondtam azt, hogy kötőjel, hogyha megtaláltok YouTube-on, illetve mindenféleképpen ajánlom, hogy gyertek fel a Discord szerveremre, hiszen oda is mindig kiteszem az újabb videókat, illetve streameket. Ha pedig valamit esetleg kihagytam, vagy kérdésed van, mindenféleképpen írd le a komment szekcióban, igyekszem válaszolni rá. Találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!